nők olyan ösztönnel találják meg a maguk szerelmi táplálékát a földön, mint a madarak a magvakat vagy halakat. A néző számára valószínű az első pillanattól kezdve egyértelmű lesz, hogy a Tűzmadarak című új balett előadást mennyire áthatja a darab tematikáját adó márai idézet, ami a nőket a madarakhoz hasonlítja. Keringnek a végtelen térben, ösztönük vezeti őket tavak, folyók, tengerek és rónaságok fölött, s aztán bonyolult cikázás és kóvájgás után egyszerre lecsapnak. Meg fogjuk csinálni megint a szólókat és a padödőket a fényben. Venekei Marianna Tűzmadarak című balettjének főpróbáján járunk. A koreográfus már a felkérés pillanatában tudta, hogy legújabb darabját Igor Stravinsky egyik legismertebb zeneművére, a Tűzmadárra alkotja majd meg, ami régóta az egyik nagy kedvence. Ez kifejezetten egy mesebalettnek a zenéje, valószínűleg, hogy az én táncos véremre ez is hatott. A zene tökéletes összhangban van a balett témájával, az emberi kapcsolatok és találkozások dinamikájával, hogy milyen hatást gyakorol egymásra két ember, és hogyan változtatják meg egymás útját. Ez az elképzelés ölt testet a színpadon, a hét táncos párnak köszönhetően. Hét lánynak hét különböző karaktere van, amik leválnak egymástól, és akkor ezek vannak kifejtve. A koreográfus a megértést mind a darab elején elhangzó idézettel, mind a mozgásanyaggal segíti. Nagyon ritkán tévednek, csak néha esik meg, hogy az áldozat erősebb vagy ügyesebb, s kisiklik csőrükből, mint az ebihal a sirály csőréből. A variáció végén. Ott lehet még egy kicsiket körbenézni, jó? És akkor, amikor érzed, hogy már nincsen rajtad a fény, akkor gurulj el, jó? A koreográfus az utolsó pillanatokban is tökéletesíti a táncosok minden apró mozdulatát, akik ezt az egyedülálló táncnyelvet egymás között csak venekei stílusnak nevezik. A balettművészek úgy érzik, Venekei Marianna szinte személyre szabta a darab koreográfiáját. Én a Diva karakterét kaptam, őszintén szólva nagyon-nagyon örülök ennek a karakternek. Például a mozgásvilága az haj az enyémre. Nekem nagyon jellegzetes a karmunkám, a karjaim. Szerintem ő is szereti, ahogy én dolgozok a karjaimmal, és erre is építi az én szerepemet. És tényleg olyan jó érzés, hogy úgy igazán önmagam lehetek ebben a szerepben. For me, she prepares the fighting bird, which is really fit to my character. It's difficult a bit because I'm dancing on the highest level, let's say, and at the same time when it's moving, and my movement has to be sharp and like really precise. So, and it's big challenge for me. Balabán Krisztina és Majoros Balázs nem csak a darabban, a magánéletben is egy párt alkotnak. A Tűzmadarak története és az általuk megformált karakterek most mégis távolságtartásra ösztönzik őket. Ez nem minden darabra jellemző, tehát olyan közös élményünk is volt, amikor így abszolút azt az otthoni légkört tudtuk fölvinni a színpadra, és azt gondolom, hogy az attól lett egyedi. Ez most talán kicsit attól, hogy itt most valahogy tudunk távolságot tartani, vagy mind a ketten úgy érezzük, hogy maga a karakter azt kívánja meg, hogy egy kis távolságot tartsunk. A monumentális díszlet nagyfokú fókuszáltságot kíván a táncosoktól. Marianna egy kelta kiállításon látta meg azt a madárformájú apró tárgyat, ami a hatalmas díszletelemet ihlette. Az egyedi elképzelést végül Szendrényi Éva díszlettervező valósította meg. Az absztrakt forgó elemmel a balettművészeknek meg kellett tanulniuk együtt mozogni. Teljesen szűk legyen, érted, és nyugodtan lőhettek vele ide. A közelgő premierre mindennek tökéletesnek kell lennie, ami nem csak az attraktív és kifinomult koreográfiát, de a jelmezeket és a látványt is illeti.
A pandémia meghiúsította a darab hagyományos színházi ősbemutatóját, ezért most a Tűzmadarakat is az Opera otthonra fizetős stream szolgáltatás keretei között néztetik majd meg a balett szerelmesei. Az alkotók és a szereplők maximalizmusát látva pedig egy fantasztikus előadásra készülhet az online közönség.